うん。 A legjobb intró, srácok, a legjobb intrót találtam ki, ez van, ennyire produktív vagyok ma. A mai videónkban, már lelőttem a folyamat, hogy miről lesz szó, de egy olyan telefonról lesz szó, ami amikor megjelent, gyakorlatilag szétszpemeltetek minket uh, Twitchen, Youtube-on, uh, Twitteren, uh, Facebookon, mindenhol, hogy teszteljük le ezt a telefont. Uh, ami nem más, mint a Huawei Mate 10 Pro, és úgy voltunk vele, hogy hiszen már teszteltünk Huawei termékeket, ezért hála az égnek tudtunk kérni a Huawei-től egy-egy uh, ilyen telefont. Azért beszélek többes számba, mert uh, kétféle telefont küldött nekünk a Huawei, ahogy azt már megszokhattuk tőlük eddig is, tehát a Huawei nem, nem, nem szokott így gondolkozni ezen, hanem jó, vacsácok, a kell, itt van két színben leküldték nekünk. Egész pontosan december elején kaptuk meg ezeket a telefonokat, viszont valamikor december végén tudtunk először igazán foglalkozni velük, és láthatatok is egy Instagram posztot, amiben ö, megosztottuk veletek, hogy most éppen ezeket a ö, telefonokat teszteljük. És eltelt egy hónap, egész sokat használtuk őket, úgyhogy itt az ideje összefoglalni a véleményünket, hogy mi a véleményünk a Huawei Mate 10 Pro-ról. Azt bátran elmondhatjuk, hogy a Huawei minden évben meglett minket, amit a Huawei Mate 10 Pro-val csináltak, az valami elképesztő. Beszéljünk a dizájnról először. Szóval, a Huawei Mate 10 Pro többféle színben is elérhető, nálunk ez a két szín látható, az egyik a Titanium Grey, vagyis a titán szürke, a másik pedig a Mocha Brown, ami gyakorlatilag a kávébarna színű. Nekem megmondom, hogy mindkét szín tetszik, de talán egy kicsit közelebb áll a szívemhez ez a sötét szürke, vagy Titanium Grey uh, színű Mate 10-es. Ízlések és pofonok. Ami rögtön feltűnik a telefont, hogyha a kezdetekbe veszitek, hogy egy teljes üvegborítást kapott, Gorilla Glass üveg látható a telefon elején, illetve a hátoldalán is, illetve a telefon széle egy alumínium borítást kapott. Ez a Gorilla Glass üveg nagyon-nagyon strapabíró, én így tok nélkül használtam a zsebemben, Tényleg egy olyan két-három hétig, és semmi baj nem lett az égvilágon, de még egy mikrokarcot sem nagyon láttam rajta. Viszont gondolt a felhasználókra a Huawei, amit már megszokottunk tőle, ugyanis a dobozban, a telefon dobozában találunk hozzá egy szilikontokot. Nem azt mondom nektek, hogy a leges, legjobb minőségű tok, amit valaha láttam, de átmeneti megoldásnak, vagy egészen addig, amíg... Öm, vagy egész, akár, akár egyébként egy megoldásnak is tökéletes ez a kis ö, szilikontok, és nem kell azon gondolkozunk, miután megvettük a telefonunkat, hogy na most akkor vegyünk hozzá még egy tokot is, meg... Öm, most akkor hogy fogok rá vigyázni. Nem, itt van benne ez a tok, simán rá tudjátok tenni, és az égvilágon nem lesz semmi baja a telefonotoknak. Mivel, hogy fényes, jogos, hogy félti az ember, hiszen nem egy olcsó telefonról van szó, viszont nagyon minőségi a kézben tartani, nagyon tetszik a Mate 10, 10 Pro-nak a ez a lekerekített hátlap. Sokan mondták erre a telefonra, hogy nagyon csúszós, megmondom őszintén, hogy én pont az ellenkezőjét tudnám mondani, Rendben van üveg természetesen, és attól függ, hogy milyen kézzel nyúlunk hozzá. Tehát mondjuk, hogyha valami nedves kézzel fogjuk meg, valószínűleg csúszós nagyon tényleg a telefon, de az legtöbb esetben egész kényelmesen meg lehet fogni, de akinek nagyon csúszós, annak mindenképpen ajánlott ez a tok, mert ebben a tokban viszont még kényelmesebb fogni, és jobban az ember kezében marad a telefon, és nem fog attól tartani, hogy bármikor elejtheti. A telefon hátlapján egyébként láthatunk egy új lenyomatolvasót, ami jó helyen van, ez nagyon fontos kiemelni, hogy szerintem a legtökéletesebb helyen van, pont itt, ahol kell, megfogjuk a telefont, odarakjuk az újkat és kinyílik a kijelző. Az újraimat olvasóra egyébként egy kicsit röviden kiteve nem nagyon szeretnék erről részletesen beszélni. Nagyon gyors, 10-ből 9 biztos, hogy felismerj rögtön az újamat. Az a olvasó felett pedig láthatjuk a dupla kamerát, amit már a Huawei flagship telefonjaiban maximálisan megszokhattunk, illetve nem csak a flagship telefonban, hanem a középkategóriás telefonokban is dupla kamerát rak már az, a, a Huawei. De ezekről a kamerákról egy kicsit később. A telefon oldalán láthatjuk a gombot, gombokat, a bekapcsoló gombot, az alján láthatjuk a hangszórót, a, mikrofon, a mikrofonoknak a kivágását, illetve egy USB-C csatlakozó, ugyanis ez a telefon USB-C csatlakozóval rendelkezik. A telefon bal oldalán a SIM-kártyaolvasó kapott helyet, ez egy dual sim telefon, tehát két SIM-kártyát tudunk belerakni, és nem bővíthető microSD kártyával, amit megmondom, hogy meg is értek, de minyárt erre kitérek majd. Illetve, amit nem látunk a telefonon, és ez sem újdonsági, 2017 év végi telefonról van szó, nincs egy jack csatlakozó, viszont a, a telefon dobozában természetesen egy USB-C-s füles található, de ami egész tűrhető. Beszéljünk a legszembetűnőbb dologról, ami a telefon jellemzi, ami nem más, mint ez a gyönyörű kijelző, erre nem tudok mit mondani, tényleg nagyon-nagyon szép. Valahogy a Huawei most nagyon, nagyon eltalálta ezt a kijelzőt, többféle szempontból is. Egyrészt ez egy 18-900 képarányú, 6-szolos uh, kijelző. A 18-900 képarány nem újdonság, főleg a 2017-es telefonokat tekintve, illetve valószínűleg még 2018-ban is ez lesz a trend. Minél kisebb káva, minél nagyobb kijelző, és alapvetően minél kisebb telefon, minél nagyobb kijelző. Egy 2160x1080-as felbontású OLED kijelzőről beszélünk, ezért ennyire gyönyörűek a színek, és ezért ennyire szép ez a kijelző. Nagyon szép színek vannak rajta, nagyon-nagyon jó, nagyon mélyek a feketék, ahogy ezt egy OLED kijelzőnél megszokhattuk. Az OLED kijelzőnek több előnye is van, energiafelszállásban is sokkal kevesebbet fogyaszt, mint mondjuk egy más LCD kijelző. Viszont! Amit mindenképp el kell mondjak, és jogosan merült fel a kérdés mondjuk a m tulajdonosoknak a fejében, hogy hogy egy kisebb felbontású kijelzőt kapott, mint a MÉTIS hiszen a m egy ben egy 2060-szor -40 ezeni 40-es felbontású kijelző volt. Akkor ebben miért van kisebb felbontású kijelző? Hát egyrészt valószínűleg az OLED technológia miatt került ebbe egy kisebb felbontású kijelző, illetve az, hogy kisebb felbontású a kijelző, nem feltétlenül probléma, és ennél a telefonnál jobb példát talán nem is tudnék felhozni erre. És, és térjünk is ki erre a dologra, hogy miért mondom most ezt. A telefon felhasználó élménye egyszerűen remek. Maximálisan egy flagship felhasználó élményt kapunk, iszonyatosan gördülékeny rajta az Android nem tapasztaltunk az egy hónap alatt szinte semmilyen szoftveres hibát, semmilyen szoftveres glitchet, akadozást, szaggatást. Természetesen néha előfordult, de az egyértelműen az adott alkalmazás hibájából, és nem pedig az Androidnak a hibájából, vagy ennek a telefonnak a hibájából történt. Nagyon jó a felszálló élmény. Android 8.0 van egyébként a telefonon, tehát Oreo, illetve a Huawei-nek a saját felhasználó felülete, ami az IMUI. Ennek is a legújabb verziója van rajta. Amiben rendesen te tudjuk szabni a telefont, viszont néhány dolog szerintem annyira nem jó. Az IMIA egy nagyon jó skin, nem lassítja a telefont, ezt most állítom nektek. Uh, rengeteg teses szabási lehetőséget biztosít számunkra, de természetesen nem olyan, mint egy stock Android, amiben azért szinte végtelen sok lehetőségünk van. Az ilyen nak a sajátossága, hogy nincs app benne, viszont ezen az előző verzióban, hogyha jól emlékszem, abban érkezett meg az a, lehet az előző előtti érkezett meg az a funkció, hogy be tudjuk kapcsolni az app drawer, tehát lehet is listánk, hogyha szeretnénk. Ö, illetve az ilyen nak az előnye az az, hogy kihasználja a 18-9-es képarányt, és vannak olyan alkalmazások, amik ugye nem támogatnák ezt a dolgot, viszont az IMUI segítségével ki tudjuk őket terjeszteni így a teljesen a kijelzőre, ennek az a hátránya, hogy levágja az alkalmazásoknak a mondjuk a tetejét meg az alját a telefon, és így belezoomol, viszont kitölti a rendelkezésre álló helyet, ez tény. Nagyon tetszett az imui ban ez a quick menü, ami elérhető, amit hogyha a, a, a lezárt lockscreen-en felhúzzátok az ujjatokat alulról, akkor rögtön ott látható a a, például a flashlight, egy számológép, egy stopper, um, akár a galériát rögtön elérjük. Megmondom őszintén, hogy, hogy ez nagyon tetszett, de tényleg nem kell hogy kinyitni a telefont, hanem rögtön elérjük ezeket a funkciókat. Más telefonoknál is láthattuk, ez nem egy nagy újdonság, viszont itt annyira olyan intuitív ez a, ez a felület, ez tetszett nagyon. Az ilyen ban ami nem tetszett, igyekszenek a gyártók ezt visszafogni, én tudom, és uh, valószínűleg ez valamilyen szinten egy megkötés is lehet a gyártók részéről, ebben nem tudok belemenni részletesen, mert nem tudom. De nekem az annyira nagyon nem tetszett ebben az EMUI-ban, hogy nem választhatom ki hogy éppen melyik alkalmazást szeretném, hogy fel legyen a telefonunkon. Ezért van az, hogy ezen a telefonon is két naptár van, két fájkezelő van, két videó lejátszó van. Ugye benne van a Google-ös alap, stock Android-os lejátszók és a stock Android-os Google-ös alkalmazások, illetve a Huawei saját alkalmazásai is, amik szerintem sok emberben zavart kelthetnek. Nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha például a következő frissítésben a Huawei bevállalná azt, hiszen tényleg egy nagyon dinamikusan fejlődő gyártó, hogy, hogy lehessen mondjuk választani. Hogy amikor először kapcsoljuk be a telefont, akkor eldöntetjük, hogy Huawei appokat szeretnénk a telefonunkon, vagy Google appokat szeretnénk a telefonunkon, ne pedig mindkettő rajta legyen. Szerintem ez annyira nem király. Amit mindenképp szeretnék kiemelni, és más telefonokban is láthatunk OLED kijelzőt, a huawei található OLED kijelző úgy van beállítva, ami szerintem a legegészségesebb és a legmegfelelőbb. Nincsen túlszaturálva a kijelző, nincsenek elnyomva a fekete színek, tehát túlságosan, hogy túl sok fekete lenne benne, nem túl kontrasztos, pontosan olyan az az OLED kijelző, és úgy lett beállítva, a Huawei által, ami szerintem minden szempontból szinte tökéletes. Úgyhogy ez ne a kalappal, mert egy OLED kijelzőt úgy beállítani, hogy ne legyen túlságosan túl nyomba, meg túl az azért szerintem nem egy olyan nagyon könnyű dolog. Főleg úgy, hogy a Huawei versenytársai pontosan ezzel nyernek szerintem sok-sok vásárolt maguknak, és a Huawei be -be mégis úgy gondolta, hogy, hogy ők, ők nem mennek el ebbe a nagyon-nagyon színes világba. Baradjuk ennyiben. Egy tech videóról van szó, telefonról beszélek, és Jani már megint nem beszélsz a specifikációkról. Rendben van, azért durva, hogy eddig eljutottunk a videóban nem? És még eddig nem beszéltünk a specifikációkról. Na mindegy, beszéljünk a specifikációkról is egy kicsit, uh, itt láthatjátok, itt. Itt a lista a specifikációkról. Nem fogok őket részletezni, viszont azt most elmondom, hogy ezt a specifikációt, amit most látok, ez a nálunk lévő telefon, kétféle modell érhető el ebből a telefonból. Az egyik 64 GB belső memóriával rendelkezik, tárhelye rendelkezik, és 4 GB -mal. A mi verziónk pedig egy 6 gigaramos verzió, ami 128 GB belső tárhelyen rendelkezik, és erre gondoltam, amikor említettem nektek a bővíthetőséget, hogy valószínűleg az a 64 vagy 128 GB-os tárhely az nagyon sok mindenre elég lesz. A processzor még nagyon érdekes, ugye ez az új Kirin 970-es chip található ebben a telefonban, ami egész pontosan egy 8 magos processzort jelent, illetve egy 12 magos GPU-t. Megmondom őszintén, hogy én már egyáltalán nem vagyok a specifikációk híve, hiszen láttunk már hasonló specifikációkkal régebben telefonokat, amik egyáltalán nem feleltek meg az elvárásoknak, és hiába a sok mag, nem használják ki az Android alapvetően a sok magot, természetesen az alapfelület már igen, viszont rengeteg alkalmazás, egy-kettő magot használják egy telefonban, úgyhogy ez annyira nem mérvadó, és ezért nem szeretek a specifikációkról beszélgetni manapság, mert teljesen lényegtelen a specifikáció szerintem egy adott telefonban meg a magok száma az meg főleg. Viszont, ami mindenképpen lényeges és nagyon fontos, hogy ebben a, a telefonban megtalálható a világ első NPU-ja, így hívja a, a Huawei, tehát valószínűleg ez a standard hivatalos neve is, ami egy neuron processzor. A megész pontosan a mesterséges intelligenciának egy saját processzora ebben a telefonban. És a mesterséges intelligenciának nagyon-nagyon sok szerepe van ennél a telefonnál. Sokan azt hiszik, rengetegen ugye ezt emelik ki, és beszéljünk mi is erről, hogy a fotózásban segít a mesterséges intelligencia. Igen, a telefon egyébként remek kamerával rendelkezik, ugye egy 20 megapixeles és egy 12 megapixeles kameráról beszélünk, ami, ami, ami tényleg remek képeket készít, készít, továbbra is Leica optikával rendelkezik, és f1.6-os értéke van a kameráknak, úgyhogy a sötétben is egész jó képeket készít, bár beszéljünk akkor az f1.6-os Leica optikáról, hogy miért mondtam azt, hogy Hát, egy kicsit beszéljünk erről az éjszakai fotózásról. Nagyon szép képeket csinál a sötétben a telefon ahhoz képest kalappal, Viszont, amit észrevettünk, hogy ahogy egyre sötétebb van, ugye a telefon igyekszik ugye minél több zajszűrést rakni gyakorlatilag a képre, és ennek köszönhető az, hogyha egy sötét környezetben készítünk ezzel a telefonnal egy képet, akkor egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen mesés lesz, nem tudom másképp mondani, ektől, tehát ilyen cartoon, ilyen képregényes lesz a, a, kép, nem lesznek annyira részletgazdagak a, a, a képek. Természetesen, hogyha nem tenné ezt a telefont, akkor cserében nagyon zajos képeket készítene, viszont így meg úgy néznek ki, mintha valami mese világban fotózgatnánk. A Huawei Mate 10 Pro lényegesen jobb képeket készít, mint mondjuk a P10-es, amit teszteltünk a múltkor iszonyatosan jó. A, a mesterséges intelligencia a fotózásnál akkor jön be, és azért nagy segítség ez például egy átlag felhasználónak, mert tényleg felismeri az adott tárgyat, mondjuk egy asztalon, hogyha fotózunk, vagy hogyha kimenjünk és egy tájat fotózunk, vagy egy virágot fotózunk. Egyszerűen a kamerával folyuk, felemeljük a, a, telefonunkat, és hogyha látja a telefon, hogy egy tájat szeretnék fotózni, akkor megjelenik a jobb alsó egy ilyen kis tájikon, lefotózzuk, és automatikusan a telefon beállítja a kamerának a beállításait úgy, hogy a legmegfelelőbb legyen egy tájfotóhoz. Rárak egy kis plusz színt, és a zöldet kiemeli, hogy a fű olyan szép legyen, és az átlag felszállónak ez nagyon-nagyon sokat jelent, hiszen a legtöbb ember nem akar azzal szenvedni a telefonjával, hogy most izó 400, akkor a shutter speed-et feljebb veszem, ó basszus, elment, elment a madár. Szóval körülbelül ez történik akkor, hogyha valaki tényleg manuálisan akar állandóan fotózni. Én nem hiszem, hogy van olyan ember, aki manuálisan fotóz a folyamatosan. Vannak olyan helyzetek, amikor nagyon jól jön, de tényleg az, a, amikor így az ember valami gyorsan lehet fotózni, a telefon, puff! És automatikusan lefotózza a telefon a lehető legjobb állításokkal. És ezen segít ez a mesterséges intelligencia egység, úgymond, hogy rögtön felismeri az adott helyzetet, és a lehető legszebb képet készíti el. És azt kell mondjam nektek, srácok, hogy ez nagyon sokszor működik. Hogyha egy kutyát akarunk lefotózni, vagy állatot, akkor az állatokra vonatkozó beállításokat állítja be a telefon, ami azt jelenti, hogy például beállítja azt, hogy ugye az állatok azok gyorsan mozognak, akkor próbál olyan, olyan shutter speedet állít be a kamerán, ami, amivel le tudunk e, fotózni még egy gyorsan mozgó kis állatot e, a telefonnál. Szóval nagyon okosan ki ez a mesterséges intelligencia fényképező, e, a, fényképező, a résznél. Illetve hogy mindenképp kiszeretnék emelni a Microsoft és a huawei nek a közös terméke, ami gyakorlatilag egy fordító, a Microsoft Translator, ami képes lefordítani a szöveget, iszonyat mennyi gyorsan, tehát kb. 25-30%-kal gyorsabban ö, tudja feldolgozni a szöveget, mint mondjuk egy átlag telef másik telefon, ennek a külön processzornak köszönhetően, és ö, ezzel a, a, az alkalmazással internet nélkül, tehát mobil internet nélkül is lefordítja a telefon az adott szöveget nekünk, ami szerintem mindenképpen egy hasznos dolog. És amiről ke talán egy... Kicsit kevesebbszer beszélnek az emberek, hogy nem csak erre való az a mesterséges intelligencia processzor. Ami nagyon fontos és kiemelendő dolog ezzel a mesterséges intelligenciás MPU-val kapcsolatban, hogy a fejlesztés se teljesen uh, nyílt. Gyakorlatilag odaadták a fejlesztő kezébe ezt az eszközt, bárki fejleszthet úgy alkalmazást, hogy ezt az MPU-t kihasználja. És a Microsoft volt egy példa erre, de természetesen több ilyen ö, gyártó is van, illetve lesz is majd valószínűleg, akik ezzel fognak foglalkozni, hiszen szerintem egyre több telefonba fog bekerülni ilyen mesterséges intelligenciás chip. Amit ki akarnék emelni még ezzel kapcsolatban, hogy a telefonnak a teljesítményét, illetve az akkumulátor idejébe is beleszól ez a dolog. Ugyanis a mesterséges intelligencia processzor figyeli azt, hogy hogyan használjuk a telefonunkat, mik a szokásaink, mikor használjuk a telefonunkat, és ettől függően egész pontosan tudja állítgatni a telefon, hogyha szeretnénk, hogy éppen hogyan alkalmazkodjon hozzánk. Tehát például, hogyha éjszaka általában lefekszünk éjfélkor, akkor a telefon tudja, hogy mi éjfélkor lefekszünk aludni, mondjuk feltöltjük a, te a telefonunkat töltőre, és akkor szépen magát ilyen energiatakarékos üzemmódba rakja, de mondjuk, hogyha, hogyha ez most egy rossz példa volt, tehát például, hogyha nem rakjátok feltölteni a telefont, akkor berakja magát energiatakarékos üzemmódba, mert tudja, hogy éppen alszunk. Uh, ez csak egy példa volt. Akkor uh, be lehet állítani természetesen azt is rajta, például elmegyünk otthonról, akkor kikapcsolja ki a wifi-t, mert úgyis mobilnetet fogunk használni. Satöbbi, stb. ilyen beállítások vannak. De beszéljünk az akkumulátor időről, amit több minden befolyásol. Talán ez az egyik legnagyobb akkumulátorral rendelkező flagship telefon jelenleg a piacon még. 2018 elejéig, ez egy 4000 milliamperes akkumulátorra rendelkező telefon, ahol ugye kapjuk az OLED kijelzőt, ami tény, hogy nagyon OLED kijelző, de OLED kijelző, kapjuk a mesterséges intelligencia csipet, ami még jobban úgymond növeli az, az akkumulátor idejét a telefonnak, és amit ezzel a telefonnal elértünk, srácok, az szerintem egyszer hihetetlen. Szóval az, hogy egy egész napot bír a telefon, az nem szó. Tehát én inkább azt mondanám, hogy egy a másfél napig simán kibírja a telefon, úgyhogy rendesen használjuk. Talán ez az egyik legjobb dolog, amiben, amiben tényleg így nagyon kiemelkedik ez a telefon. Hatalmas aksi, nagyon jó technológia mögötte, ez kell, amúgy ez kell, de viccen kívül mindegyik 18 as telefonban nagy aksi, sokáig bírja, hogy ne legyen ezzel problémánk. A feltöltése természetesen az aksinak ugyanolyan egyszerű, mint bármelyik flagship Huawei telefonnál. Egy gyors töltőt kapunk hozzá, amivel nagyjából fél óra alatt olyan 50-60% között tudjuk feltölteni a telefon aksijátszóan fél óra alatt. Elképesztő. Ennyi volt tehát a teszt, srácok! Reméljük tetszett nektek! Nagyon rég nem volt már mobiltelefonteszt, valószínűleg lesz még. Tény, hogy nem vagyunk az a nagyon nagy mobil csatorna, de azért az érdekeségeket szeretjük megnézni, és a Huawei Mate 10 Pro, Pro mindenképp egy érdekes telefon. Többféle szempontból is. Úgyhogy köszönjük a Huawei-nek a lehetőséget, köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, és ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ha nem tetszett, akkor nyugodtan diszlájkoljátok, és hogyha szeretnétek még hasonló mobiltelefontesztet látni tőlünk, hát akkor jelezzétek, és igyekszünk. Legközelebb találkozunk, srácok, szevasztok!